Kommentesz, lájkózsz, megosztasz! Kommentesz, lájkózsz, megosztasz! Kommentesz, lájkózsz, megosztasz! Kommentesz, lájkózsz, megosztasz! A hát, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a operatív. és benne a feje Laci Király, a guru, akiben csalódni fogsz a holdra mutató új. Ahogy ígértem, jelentkezem egy hosszabb videóval, délelőtt téma volt a torockai féle per, és az a kapcsolatos vélemény azóta kiderült, hogy ellent mondott a Facebook az ítéletnek, de hát erre lehetett is számítani, hogy másodfokon folytatódik a dolog. Továbbra is azt gondolom egyébként, hogy a szólás, a vélemény és a gondolat szabadság az mindenkelőtt való, tehát az a platform, média, ami ezt szabályozza, és ennek a útjába akadályokat görget, legyen az jobboldali, baloldali, ellenzéki, kormánypárti, akármilyen, az mindenféleképpen valamiféle olyan iránymutatásra szorul, hogy ezt a fajta tevékenységet ne tudja folytatni. Kövessetek be az Instagramon, iratkozzatok fel az igazi Dopment TV YouTube csatornájára, lájkoljátok, diszlájkoljátok, illetve kommenteljétek annak a tartalmait, ízlésetek vagy ízléstelenségetek szerint, de mindenképp nyomjatok rá a kis harangra, és osszátok meg a tartalmakat. Ha a Facebookon követtek, akkor is osszátok meg a tartalmakat, mert a rajongói oldalak elérését gyengíti a Facebook, tehát ez kifejezetten nem forszírozza, ezért nagyban a követőkön és a rajongókon múlik az, hogy hogy jut el egy tartalom egy adott közönséghez. Úgyhogy itt be kell szállnatok a segítésbe, aktivizálni kell magatokat. Követhettek a Redditen, Twitteren, TikTokon, és van egy külön bejáratú viber mafiám is. És a mai témánk az nem más, mint ez a kötelezettség szegési eljárás, amit az Európai Unió a magyar kormányjal szemben indított el, mit tudom, én már hanyadikat egyébként, most éppen a úgynevezett pedofil törvény kapcsán, ami ugye megemlíti az LMBTQ közösséghez tartozó aktivistákat is, civil szervezeteket is, pedig abban a formában, hogy 18 éves korig az iskolákban, illetve különböző oktatási intézményekben az ilyen aktivisták, akik nem szakemberek, hanem egy ilyen uh, civil uh, körhöz, vagy alapítványhoz, vagy ilyen jellegű közösséghez tartoznak, nem folytathatnak felvilágosító tevékenységet, sem trans, sem gender, sem leszbikus, sem meleg ügyekben az általános iskolákban, a gimnáziumokban. Ez egyébként a pedofil törvényjel, egyben egy család törvény formájában. Lett benyújtva, nyilván volt ennek politikai célzata, kampány szempontból, és egyébként úgy elvi vagy eszméj szempontból a kormány részéről, és az ellenzék pedig kampány és elvi és eszméj szempontból szembeszállt ezzel, és egész az Európai Unióig szaladt, ahol pedig kifejezetten azért küzd, hogy Magyarország elessen különböző Európai Uniós támogatásoktól, illetve helyreállítási pénzektől. Érdekes egyébként ez a fajta mentalitás. Tehát nagyon érdekes az, amikor egy kormányt úgy akarunk megdönteni, hogy az ország járjon rosszul, és hogyha rosszul jár az ország, akkor majd a kormányra haragszik, és ezért majd lesz egy új kormány de a szarú járt ország már az új kormány alatt is szarú lesz járva, tehát érdemes lenne ilyeneken gondolkodni. Tényleg akkor kéne tudni megdönteni kormányt, amikor a legjobb formában van. Nincs egyébként rossz formában ez a kormány, tehát ezek a történések a kormány megválasztását akkor is előtámasztják, hogyha esetlegesen az országot gazdasági vagy egyéb károk érik ebből a történésből kifolyólag, de a Hír TV a Plusz Minusz című műsorában Fodor Gábor elmondta, hogy igazából nem lehetünk meglepődve amiatt, hogy az Európai Unióban az ellenzéki politikusok mondjuk úgy, hogy a saját hazájukkal szemben politizálnak, amikor arra törekszenek, hogy az ország ne is jó hozzá a helyreállítási pénzekhez, mert hogy az Európai Uniós képviselők által nem azért vannak az Unióban, hogy az ország érdekeit képviseljék, hanem nekik van pártcsaládjuk, és a pártcsaládjuk érdekeit kell képviselni. Nem én mondtam, ez Fodor Gábor volt miniszter, mondta, Fideszes és SZDSZ-es politikus, de volt itt már mindenki, mindenféle politikus, meg rájövünk ugye, hogy nem csak a Fideszes oligarchák kapnak a közpénzből, hanem a altusz ZRT, és most már mint az kiderült elviekben megírta a sajtó, aztán majd kiderül, hogy mennyire régez vagy mennyire nem, de hát ugye nem zörög a haraszt, hogyha nem szarik a paraszt, tehát hogy egy momentumos politikus nő is elviekben hozzájuthatott ilyen támogatásokhoz. Tehát azért nyitva vannak itt a kapuk sok mindenkinek, aki csak ott a hatalom közében sertepertél, de vissza a, a kötelezettségszegési eljáráshoz, és ehhez az LMBTQ témához. Hát gyerekek, őszinte leszek, biztos sokan fognak rám haragudni, és tegnap láttam minden idők egyik legszomorúbb videóját, amit tehát nagyon kevés film vagy videó van rám ilyen hatással, mint ez a videó, Főképp, hogy ez tulajdonképpen ez egy valamit kampányoló videónak készült. Az Origón találkoztam a videóval és a cikkel is. Tudom, hogy az Origó a Fideszes érdekkörhöz tartozik, és ezért felesem igaz annak, amit mondanak, de a videó az nem az Origónak volt a videója, hanem ez egy kifejezetten olyan oldalról, vagy szájtról, vagy egy olyan csatornáról jött, ami ezt a jelenséget kifejezetten támogatja, amiről az Origo cikkben szó volt. Gyerekek, én uh, egész egyszerűen megértem, valószínűleg a világunk valamiféle beszakadás felé tart, és ez meg fog történni. Tehát, hogy Szenvedhet ezzel szemben az Orbán kormány, meg az akármilyen kormány, a Putyin kormány, vagy lehet, hogy a kelet fele, ilyen diktatórikusabb hatalmak alatt ez most nem fog bekövetkezni, ez a fajta irányzat, de ez a nyugati kultúra, amelyik a saját maga dekadenciájában fúdoklik, és a jóléte, meg a pénzbősége még elfedi a őráváró nehézségeket, de az az igazság, hogy ez előbb-utóbb be fog következni, egyfajta beszakadás, és. Euh, tehát még azt sem tudom, hogy itt mégis úgy valamilyen módon elszomorít az a fajta euh, történés, ami történik. Szóval, tehát tényleg mindenféle harag nélkül, de. De tényleg nagyon szomorúan néztem ezt a videót, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Tehát a következő videó készült: egy bináris férfi v, de azt sem tudom ez mi már, operált nő, aki már férfi, de nő, bináris nő, vagy férfi, egy transgender nővel, aki férfi volt, tulajdonképpen az volt a férfi, a nő, aki a bináris férfinő teherbe ejtette, együtt szülnek gyereket, illetve hát ez a férfi, aki nő, bináris, szüli a gyereket egy kádba otthon, két ilyen bábával. Na most az a látvány se semmi, ahogy a, az a szakálas nő így tulajdonképpen négy kézláb állva életed ad annak a gyereknek, mert de ő gondolom férfinek gondolja magát, de közben nő, és akkor az a nővé operált és hormonozott férfi pedig kezébe veszi a gyereket a bábának a segítségével, és a ráoperált mellekre helyezi, az emlőjére helyezi, amiből ugye nem jön anyatej, meg semmi egyáltalán, és hát a gyerek nem sír föl, és akkor valahogy ebbe is képesek belevinni egy ilyen szexuális tartalmat, ahogy kezükben van a gyerek, és Oh, oh, look at them! Ja, a gyerek az dem, tehát day. A gyerek az dem, az day, tehát hogy sem fiú, sem lány, majd kitalálja, hogy mi lesz, mikor megnőtt. És akkor utána, amikor ennek a férfi nőnek visszarakják a mellére, ami egy igazi női mell még valamilyen módon, akkor sír föl a gyerek. És azt mondják, hogy look at them. Gyerekek, én ennél szomorúbbat, és tehát komolyan mondom, őszinte fájdalmat éreztem. Ez, ez egész egyszerűen nem tudok el, és, és, akkor bele kell gondolnom, hogy az Európai Unióban az Európai Unióban megszavazták, hogy a férfiak szülhetnek. És tulajdonképpen elszavazták meg, érted? Ezt a jelenséget, hogy egy transgender férfi, aki nő, teherbejt egy bináris férfit, vagy nőt, és az megszüli a gyereket, és ebből lesz, és egy gyerek, akinek nincs neme illetve van neki, csak de nincs. És, és ebből következik egy kötelezettség eljárás, hogy ettől óvják a gyerekeket. Szóval valóban nincs ennek köze a pedofiliához, mert a, a pedofilia az egy aktuális megegyezés kérdése. Tehát mit tudom én, 200 évvel ezelőtt már 14 meg 12 évesen közmegjegyezés alapján feleségül adták a lányokat, tehát ahogy a felnőttség jelét mutatták, és onnantól felnőtt életet éltek. Aztán ez kitolódott, ami tök érthető, mert a gyereknek a lelkét, meg a fejlődését figyelembe kell venni, és a közmegegyezés valóban máshova terelődött. De gyerekek, ez egy nagyon kemény sztori. Tehát most az, hogy két ember tulajdonképpen meg akarja valósítani a másként való reinkarnálódásnak a jelenségét egy életen belül, ez is meleg. Tehát, hogy ez a tudomány erre ad lehetőséget, de hát ez, ez nem, ez egy, ez egy, nagyon kemény dolog. ez, ez nem mondom, hogy tehát ugye mi, azt mondjuk, hogy nem természetes. Mi a természetes? Hát amit ad a természet. Mikor már farigcsálod a természetet, az nem természetes, de mégis természetes, mert a természet farigcsálása is egy természetes igény. Tehát a vágy, meg az unalom világa az gerjeszti ezt a farigcsálást, és úgy alakulnak a dolgok. De szóval most nem is ez a lényeg, amit ez a két ember művel magával. Ez, ez egy dolog lehet róla bárkinek véleménye. De az a gyerek, aki ennek a bináris férfinőnek a mélyébe kifejlődött. Tehát gyerekek, azért legyünk őszinték, amikor egy ilyen művi eljárással nőből férfit csinálnak, és férfiből nőt csinálnak, az hormonkezeléssel jár. Tehát ez egy nagyon kemény kémiai folyamat, amit különböző tabletták, gyógyszerek és orvosi beavatkozások tömkelegével végrehajtanak egy emberi lényen. Tehát az egyébként, abban még bele se gondolnak ezek se, hogy velük mi történik, miközben ezen átmennek. Tehát csak azért, mert... Tehát ez abban bele se gondolnak, de gyerekek, szóval kilenc hónapot egy olyan embernek, nőnek, vagy fértök, mindegy, a méhébe eltölteni, aki ilyen kémiai kezelésen megy át, meg ment át. Szerintetek az a gyerek milyen állapotban születik a világra? És ezt kell hozsannázni. Hát gyerekek, ha ezt az LMBTQ közösséget, és ennek a képviselőit, és ennek a vonalnak az aktivistáit nem engedik be az iskolákba. Én nem mondom, hogy ez pedofília, nem az. De a gyerekvédelembe ez kifejezetten beleillik. Tehát őszinte leszek, ezt hozsanázni, ezt ünnepelni, ennek térdelni, ezelőtt hajbókolni. Lehet csinálni. Nem lesz szép vége. Nem lesz szép vége. Azt is megmondom, hiába feszeng itt az Orbán. Tehát ez ebbe a nyugati világba le fog zajlani. Ez ide fog kifutni. Nem, tehát egyáltalán teljesen fölösleges ilyen, ilyen vágyakat dédegetni, hogy agyon kell ezeket verni, meg belékkötni, meg ezeket a, a a fiatalokat bántani, mert ikás, szivárványos zacskókkal mászkálnak, meg mert gyerekek, csak próbáljátok meg álnéven belépni egy LMBTQ ilyen közösségbe, a Facebook olyan csoportba, érdemes megfigyelni, hogy mik mennek ott. Tehát én ilyen csoportra, nagyon kemény, ami ott folyik. Nagyon kemény. Tehát ez, ez, tehát ez, ez egy mentális probléma. Ez, ez, már nem homoszexualitás, meg nem leszbikusság kérdése, ez mentális probléma ez. Ez az, ez az egész LMBTQ közösség, ez a szanaszét, diversifikált ilyen újabb és újabb alcsoportokból álló közösség, ami már igazából nem tudja, mihez kezdjen, magával, ez, ez, egy, ez egy mentális probléma. És ezt a mentális problémát olyan fiataloknak a közelébe engedni, akiknek még a tudatuk alakulóban és fejlődőben van, ez hát nem élek a bűn kifejezéssel, mert én magam nem élem a bűnt, mert nincs bűn, hiba van a létezés során, de ez hatalmas hiba. És mindenféleképp nem a világ kikerekedéséhez, hanem a beszakadásához vezet. Nagyon kemény. És ez a mentális probléma, ez az egész LMBTQ hiba, ami itt tulajdonképpen van, ez egy jóléti betegség. Ez egy jóléti betegség, ez egy olyan problematika, amikor jó dolgodban nem tudsz mit csinálni és tovább, és tovább, és tovább szeleteled a valóságot, és torzítod, és ferdíted el, és akarod ráerőltetni ezt egy már nagyobb közösségre, ami szépen lassan valamilyen módon átveszi. És vég, mert azért kerül be a törvényekbe. Tehát, ami vicces volt, tegnap néztem a Netflixen egy filmet, Rémület utcája, vagy valami és mi a címe, magyarul van már három része, és Gyerekek, egy tök jó pofatini horror lenne. Esküszöm. Tehát marha jó volt megcsinálva. De kurvára jó volt megcsinálva. És a szereplőknél, tehát ez, a, ez, az erőltetetten a 14 és 18 év közti szereplők, hogy a főhős lány egy leszbikus, aki egy másik Bisex lány harcol, az öccse egy pufi afroamerikai fiú, aki egy nála, mint olyan 5-6 évvel idősebb lánya csókolózik, a vagány az egy transzvesztita srác, aki ott ő a leggyorsabb, legügyesebb, legbátrabb, akkor a. Tehát ilyen. Az egész egy nem, hogy mondjam, annyira erőltetetten sugározzák ezt már a Hollywood szem, Hollywoodi módon is, hogy, és, és nem tudnak szimpatikusak lenni a szereplők. Mert erőltetett az egész. És bizony, ha tudja, egy társadalom, mert óvni kell a gyerekeket, mert igenis a tudatnak formáló ereje van. Tehát például, hogy mondjam nektek, egy másik példa. Nagyon sokan szeretik a nagy, tudom, hogy ez ódivatú dolog, meg hogy kicsit itt hogy ilyeneket mondok a 21. század első negyedének a végén, de a Kerek, nagy, kerek, kemény, de nagyon formás női fenekeket, mint amilyen a, a, az afroamerikai csajoknak van, hogy tudom ezt jól mondani. Én még kimerhettem, hogy a feka csajoknak van, de ki tudja, hogy ebből mit akarnák kihozni. És mit tudom én, egy ilyen 6-7 éve, amikor ilyen nagyon manusosak kezdtek lenni a nők, észre lehetett venni, hogy Lapos lett a seggük, és ilyen kapaszkodó lett oldalt. És utána bejött Niki Minásnak hála ez a divat, és a tudat olyan teremtő hatalommal bír, hogyha megnézitek, rengeteg ilyen brazil seggű magyar nő mászkál. Mert ennek van kultusza, Tehát a tudat az olyan módon képes hatni a fizikai megjelenése, mert, mert jól mondja a jogacsára, filozófia, buddhizmus, vagy minden tudat, az anyag is tudat, a szellemi létezés is tudat, ez együtt rezonál, és ami, amire formálják, arra formálódik, és azért van az is, hogyha nézitek, tehát nagyon sok fiatal egyed, azért olyan, például a fiúk, a fiúcskák közül, mert arra fele formálják a tudatot, tehát az, ami a TikTokon megy, a youtuberek között megy, amilyen tulajdonképpen kultusznak örvendenek ezek az arcok, akik, tehát mondom, én nem bántani, meg haragudni akarok rájuk, mert nem, ők is a nap alatt vannak, és van helyük a létezésüknek, mert azért vannak, hogy, hogy legyenek. Tehát, hogy azért vannak, mert van helyük, de most történik egy olyan kimozdulás, amikor egy ilyen unalomból táplálkozó, boldogság kereső, totálisan kimozdult, helytelen látásmódból táplálkozó tév, tévképzetet támogat hatalmas üzleti lobby, üzleti és politikai célokkal, ami között van ennek a újonnan induló nemzetközi uh, szocialista kísérletnek a szándéka is, amiről majd megint fog beszélni, hogy miért nem tud működni, és ez teljesen tévútra vezeti, vakvágányra vezeti az emberiséget, amiből nagyon nagy beszakadás lesz. És nagyon nagy tragédia, és nagyon nagy fájdalom lesz sokaknak, mert nincs a végén boldogság. Tehát a transgender nőnek se, aki férfi volt, nem lesz a végén boldogsága. Mert átoperálják, áttablettázzák, levágnak róla, lukat vágnak, és amit keres, az nem lesz meg. Mert nem. Meg milyen az, hogy van egy, milyen férfi? Bi, mit mondtam? Bináris férfi, meg egy transzgender nő. És a bináris férfi nő volt, és a transzgender nő férfi volt. És akkor futottak egy 180 -100 fokos kört, és akkor ugyanott vannak egy férfi, meg egy nő, csak átbújtak a másik bőrébe és erre, ezt szavazzák meg, és ezért kell egy unió előtt vigyázban, és azt nézni, hogy, hogy ez, ez jó, mert ezt megszavazzák, és de most őszintén, épp eszű vezetők ezek, akik erről szavaznak, hogy most amíg kijön, és akkor az minden úgy működik, és az úgy jön és az úgy fasza. És persze, végbe megy, nagyon sok minden végbe ment, bár ilyen még nem ment, mert a római birodalomban is eljött az az időszak, amikor már az emberek jó dolgúban, meg nem tudtak mit csinálni, és már dugták mindenhova, meg ebbe keresték az élet értelmét, meg boldogságát, de ilyen, hogy átoperálom, átalakítom, meg gyereket műtök a hasában, meg mit a... Ilyen nem volt, és nem az a lényeg, mert nem az egyénnek a saját sorsáról van szó. Oké, okay, rendben, hát műtesz magad, neked fog fájni, meg anyukádnak, apukádnak, testvéreinek, mikor megölöd magad, mert nem lehet visszaműteni. És a, mit a hülye szeszélyed, passziót folytál, ott állsz és nézel, hogy hú, mit csináltam. Ez egy dolog. De gyerekek, egy másik élet és ennek, és gyerekek, meg kell nézni ezt a filmet, á, meghatva sírnak a, a bábák is. Egy szét hormonkezelt embernek a kezelt gyerekén. És beleszületik egy világba, és egy gyerek elveszik tőle, identitással születik a világba, és elveszik tőle. D-nek hívják. Azt mondják a gyereknek, look at them. Érted? Tehát lesz belőle egy skizofrén. Tehát világot adnak egy skizofrénnek, aki azt se fogja tudni, hogy merre van arca, és ennek kell, tehát hogy erre kell azt mondani, hogy ez, ez nagyon jó. Ez, ez, a boldogság, ez az egyenjogúság, ez az egyenrangúság, meg a, ezek az emberi jogok, ez, és, és új fele tartunk, mert hogyha megnézitek például ezek a, a baloldali mozgalom, meg az ellenzéki, eddig ugye védték, tehát hogy ehhez képest az afroamerikaiaknak a mozgalma, még a Black Lives Matter is valahol úgy rendjén van, mert nem mondom, hogy rendjén van, mert gyűlöletet táplál az is, de ott oké, okay, rabszolgák voltak. Meg le vannak nézve. Meg ö, nem engedték föl a buszra 1960-ba. Tehát ezeket ki nem engedi föl valahol? Meg ezekről kőkemény pénzekkel támogatják ezeket a dolgokat, ezekre tolják a lét, mert politikai és üzleti érdek van bennük. de a politika meg az üzlet az nem ismeri azt a fajta morális látásmódot, ami nem az a morál, hogy most a dóp jó gyerek, vagy rossz gyerek, vagy szépet mondott, vagy csúnyát mondott, mert amit én mondok, azt lehet így látni, úgy látni, amúgy látni. Hanem ez a nagy egész szempontjában, hogy hova csinálsz, ez a totálisan szétzilált tudati állapot, amit sehova máshova nem vezethet, mint a pokolnak a megnyilvánulásába. Tehát ez az igazi Hell on Earth. Ezt ajánlom mindenkinek, ezt az Oligos filmet, ahogy ez a bináris, akármi életet adanak a szegény gyereknek. Gyerekek ilyen hatása rám állatkínzós videók voltak, meg olyan videók, amikor a náciknak a haláltáborait mutogatták. Esküszöm! megszakad a szívem azért gyerekért. És minden egyes gyerekért a szívem megszakad, és a meditációm szól, aki úgy születik a világra, hogy look at them. Mert erőszakkal nem lehet az egybe eljutni, erőszakkal a nagyobb morált nem lehet meg is, és itt, és gyerekek, itt minden a személyes vágyon ég el. Tehát ez egy vágy, ez egy unalom. Amikor valaki valamiben nem talál valamit, és akkor próbál egyet csavarni rajta, facsarni az egészen, és átalakít, és eltoszít, és nem lesz az, sose lesz az, szomorúan közlöm. És ott lehet tudni, hogy valaki tisztában van azzal, hogy mit akar a világtól, hogy nem akarja magát a másikra erőltetni. Tehát ott van a baj, itt mindenki háborút kiállt aki ellenük van, az is, ők is háborút kiáltanak a másik ellen. És én nem, az, én nem vagyok ellenük, egész egyszerűen ezt meg kell érteni, hogy ez, ez nem egy, ez egy mentálisan deformált állapot. Ez egy folyamatosan háborúba levő, állandóan szexualitásán rugózó, és tulajdonképpen a saját világlátását egy nagyobb tömegre ráerőltetni akaró közegről van szó, amelyik betette a lábát a nagy politikába, és elkezdte kifejteni a hatását, és rákényszeríteni magát mindenki másra. És erre odának és bólogatnak emberek, és ezt épészel felfoghatatlan. Mert ehhez képest az, hogy egy Béla meg egy Béla nevel egy kicsi kálmánt, ez már egy konzervatív álláspont, de az, az is működésképtelen. Ezt meg kell érteni, nem fog sohasem működni és soha se lesz olyan, hogy mint a férfi meg a nő. Nem lesz ilyen, mert ez így van megteremtve. És amit az erőszak, a tudomány erőszaka, meg a, a filozófia által kreált erőszak, mert ez tudomány, filozófika, filozófia és társadalom tudomány által kreált erőszak. Ami a rendszer egyensúlya, nem ellenvaló, a rendszer egyensúlyát felborító támadás. Tehát ez a vágyaknak egy olyan szélsőséges kimozdulása, ez tulajdonképpen az a helyzet, amikor az ember Isten játékát akarja játszani, de képtelen rá. Tehát ez az, mikor fölül akarok emelkedni mindenféle olyan adott dolgon, ami a teremtett virág egyensúlyában megjelenik, mert az egyensúlyban van a megvilágosodás, az egyensúlyban van az, ami a megmeneküléshez, a megszabaduláshoz, az igazi boldogsághoz vezethet, és itt ennek nincs boldogsága végén. Mert terméketlen, mert tévképzeten alapul, mert le kell vágni hozzá a kukacodat, mert gyógyszert kell bevenned hozzá, hogy megváltozzon a hangod, mert cicit kell műtetned magadra, hogy nő legyél, mert pirulákat kell bevenni, hogy szakálad nőjön, és oda kell varni neked egy fütyögő kukit a puncit fölé, hogy férfinak érez magad. Mert be kell dugni az áramba, hogy a rád épített elem világítson, érted? Ez az igazság, ez egész egyszerűen ez egy nagyon félre sikerült munka, és ez politikai élvonalba tartozó különböző vonalak hajbókolnak és bólogatnak politikai haszonból, de ez nagyon kemény poklot és boldogtanságot szabadít el. Mert meg lehet nézni, hogy ezekben a közösségben a boldogság még vendégségbe se jár. És minél több vágy teljesül, annál furább és újabb és szélsőségesebb vágyak keletkeznek, és mindenféleképpen valamilyen irányú destruktivitás lesz a vége. És ezt, aki támogatja, az nem barátja semmilyen gyereknek és az nem akarja megmenteni az állami gondozásba levő gyerekeket se, sem az afrikai járvákat, nem szól ez semmiről, csak az egyénnek a végtelen és fékezhetetlen vágyakozásáról arról, vágyakozására arról, hogy felülírja a teremtett valóságot. De nem fogja tudni, mert el fog bukni. Ez a kísérlet el fog bukni. Ugyanúgy, mint a szocializmus, amit ránk akarnak erőltetni, most szivárvány zászlóban van bújtatva a szocializmus úttörő nyakkendő helyett. Ez az igazság? És lehet engem ezért utálni, meg azt mondani, hogy vagyok, meg semmi közehez, ez csak egy olyan folyamat, ami a gyerekeinket érinti, és ettől ezt, ezt egy normális gyerek is érzi, hogy ez nincs rendben. Tehát olyan természetes folyamat nem fordul elő, hogy egy tini horrorba két leszbikus szereplő van, egy trans szereplő van, meg egy 18 éves fehér lány van, aki egy 13 éves pufi a gyereket csókolgat. Nincs ilyen. Mint ahogy a Robin Hoodba, imádom a Morgan freeman a legnagyobb színész, a hetedikben az Isten király császár, leborulok előtte. Az összes példaképem, aki a zenébe előttem áll, az mind fekete amerikai, romák, érted? A barát semmit nincs köze, de a Robin Hoodba a Kevin Costner barátja nem lehetett mor nem lehetett afrikai, nem lehetett fekete, mert aki ismeri a Robin Hood történetét, az tudja, hogy Robin Hood nem ment el oroszlán szívű Rihárddal a keresztes hadjáratba, ahol nem feketékkel harcolt, hanem arabokkal harcoltak a keresztes lovagok. És ezért ott se, tehát már az se volt semmi, de azt mondom, hogy jó, rendben megadták ezt, mert rabszolgák voltak x évig, és legyen szerep. De ilyen helyzet nincs, hogy a kisvárosi lakók a gyilkos elől menekülve csupa ilyen fazonja, és a szomszédváros, ahol élnek a gonosz, beképzelt, rátarti gazdagok, azok a heterók, az a heterolakosság. ők nem furcsák. Ők a gonoszok, úgy van beállítva. És ezt azt mondom, hogy egy tök jó megcsinált film lenne. És ezt is ide vezetik, és mondom még egyszer, semmi gond, le fog játszódni. De nem lesz öröm a végén. És amit abban a videóban láttam, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy nézze meg az origón ezt a videót. Nem az Origó forgatta a videót, átvettek egy ilyen anyagot. Nézzétek meg ezt a videót, keressetek rá. Gyerekek! Ez, komolyan mondom, émeítően, na ez emberkísérlet. Tehát nem a, nem a izé kísérlet az oltás, és sehol nincs. Na ez az igazi emberkísérlet. És ez van most, hogy ez a veleig elvakult, pénzen működő, tehát csak a pénz által forgatott, mindenféle magasabb moralitást nélkülöző rendszer, na most veszi át a rendszer az ember fölött a hatalmat, értitek? És észre se veszik az emberek, mert egy ilyen, akinek azt hiszi, hogy ez az élete vágya, hogy ő nő legyen, azt hiszi, hogy most ez érte van. Ez nem érte van. Ez most a rendszer, ez alatt a pandémia alatt, ez az LMBTQ káosszal, meg minden, a rendszer most fordítja el a világot az embertől, az emberi tartalomtól és higgyétek el, ez jóléti betegség. Mert ott, ahol az embereknek dolguk van, és van programjuk, és teremtenek maguknak olyan tennivalót és törekvést, ami alapján fejlődni tudnak, és alakulni, ott nem jár olyanon az eszük, hogy felülírják a saját maguk alapvető készségeit. És megpróbálják nyiszálni, vagdalni, formálni azt, amit alapvetően saját választásukból kaptak. Ez, 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 a, ez, a, ez, a, ez, egy olyan mágia, ez egy olyan mágikus folyamat, ez egy olyan varázslás, egy, a, itt így zajlik a varázslás, meg a mágia. Nem a gyíkemberek, <laughs> Lehet, hogy ez a gyíkok csinálják. Na, ezek gyíkok. Ez, ez van most, ez nem háttérhatom meg semmi iszonyú mágia, amit művel magával az emberi tudatrendszer, és ahol torzítja saját maga létezését. Nagyon, és itt nem arról van szó, hogy ki a kedves, ki nem kedves, mert nem is lehet egy ilyen kedves. Mert akit ilyen szélsőséges vágy mozgat, az annyira ki van mozdulva, hogy azt se tudja, merre van arca. És teljesen le vagyok sokkolva ettől a videótól. Esküszöm tegnap óta, néztem, és nem tudom földolgozni, azért a gyereké, nekem a szívem megszakad. Nekem minden gyerekért, aki Dének hívnak, megszakad a szívem. Ezt komolyan mondom. Komolyan mondom. Mert ezek a gyerekek kb. olyan sorsra számíthatnak, mint egy afrikai éhező gyerek. A legalapvetőbb dolgot veszik el tőlük, azt a fundamentumot, amire támaszkodva kialakulhat a személyiségük, és hogyha okosak és bölcsek és törekvőek, akkor el tudják engedni azokat a bilincseket, amik fogva tartják őket. Ez, 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 ez nem forradalom, ez nem emberi jog, ez nem, és semmi ilyesmiről nincs szó. És ez nem ner, meg nem nem ner. Itt az a lényeg, tudjátok, mi a vicces? lehet, hogy az Orbán ezt tízére használja kampányra, meg hogy ennek ellen áll ezzel valamit. De ő választást akar nyerni ebbe az országban, még valószínűleg így meg is fogja. De ettől független, gyerekek, nehogy azt higgyétek, hogy ezek a jó fiúk. Ez nem jó fiúság. Ez nem jó fiúság, ilyeneket megszavazni. És ez alapján még valami kötelezettségszegési eljárás, meg pénzt megvonni, meg hogy jaj az Unió megvonja, kömben mit von meg az Unió? Milyen alapon van meg bármilyen pénzt? Most őszintén. Milyen alapon? Ez nem egy ország. Ez nem meg, hogy beléptünk a klubba, ahol ez a szabály, meg az a szabály. Milyen szabály? Ide hordja az összes múltiját, adókedvezményekkel, így gyártatnak mindent. Itt adnak el mindent, fölvásárolja a szemetüket egész Kelet-Európa, gyártják a szaraikat helyettükért, ezért adják a pénzt, nem a két szép szemünkért adják. Tehát ez egy marha nagy hazugság. És ez senki ne harapja meg, hogy az Európai Uniós pénz azért jön ide, mert Magyarország két szép személyért, meg a liberális folyamatokért, hogy azok működjenek, és azok fejlődjenek, és a zöld program, meg ez, meg a semmi erről nincs szó, tehát ezt senki ne egye meg, azért van ide tolva a pénz, mert itt van felvevőpiac az árunak, és itt van munkaerő, aki dolgozik helyettük, és ők meg azért vannak azzal elfoglalva főállásban, hogy nem tudják, hogy férfiak vagy nők, vagy nők vagy férfiak, vagy ö, egyszerre több neműek, vagy saját magukat megkúró mit tól, rovarok érted, Azért, mert már jó dolgokban is, mert inkább jobb lenne, ha kimenne valaki futni egyet egy focipályára, vagy sportolna valamit, vagy esetleg kimosna egy wc Mert ez igaza, ez mondom, jóléti probléma. Ugyanúgy, mint az elhízás, az egy kurva jó dolga van egy olyan országban az embereknek, meg egy olyan kontinensen az embereknek, ahol az a legnagyobb programjuk, hogy halára zabálva, iszonyatos túlsúlyjal, eldeformálódva, elcsökevényesedve, különböző jóléti betegségek által feltüzelt tudati állapotba ilyen hülyeségekkel foglalkozzanak, hogy bináris nők lesznek, meg transgender férfiak, meg per C per Z férfinők, meg azt se tudom, mi vagyok volna, meg stb., meg szélsőségesen ez vagyok, meg szociálista, meg azok, és ülnek otthon, és a telefonjukkal kezükbe reggeltől estig ezen tudnak kommentelni, és teljes erőenergia állapotot belefektetve ebbe a vitába polemizálni, meg vitatkozni a hülye kérdéseken, ami igazából csak a jólétük és a lustaságuknak a terméke, amivel tönkreteszik az elkövetkező generációknak az életét, Tönkreteszik az őket körülvevő környezetet, tönkreteszik az állatok világát, tönkre tesznek mindent, mert nem jó gazdái annak a kertnek, amit keresztény szóval az Istentől kaptak azért, hogy műveljék gyönyörűen, mert csak a saját önös és önző vágyékkal vannak elfoglalva, és ez jellemző az ember, és ezt nem képes rengedni senki. Mert mindenki csak az egót fényezi ki a végletekig. A végletekig lehet azt hazudni, hogy a közösségért dolgozol, senki ilyet nem csinál, mindenki magáért pedálózik itt. És tudjátok mi? A leg, a leg azért, hogy minél több embertől visszahalt, hogy igazad van. Hát én kimerem mondani, hogy ezeknek nincs igazuk. És tudod mit? Ez, úgy röhögtem, amikor ezek a magyar hangosok meg most életemben hogy kimegyek a Pride-ra, mert eddig nem úgy gondoltam, hogy menni kell. Menjél. Gra ez, gratulálok. Erre menjél. Ezt támogasd. Nagyon-nagyon okos. Jó, és tudjátok, ez gyerekvédelem. Lehet mondani bármit ettől? Hát ez, ez gyerek közelében nem szabad engedni gyerek közébe, és nem a szexel van a baj, mert megtanulja a szexet a gyerek. Egy törzsi társadalomba ott nincs ilyen érdekes mód, mert teljes természetessége megtanulja a szexet a gyerek, mert a törzsi társadalomba az apa, az anya és a sok testvér együtt lakik egy sátorba. És mikor a gyerekek fölkelnek, látja, hogy anya megöleli apát, apa megöleli anyát, meg este, mikor fölkelnek álmukból, véletlen hallják, hogy anya éppen a apán lovagol, vagy tuszkolja apanyát, és megtanulják, nem ezzel van szó probléma, a szex teljesen természetes velejárója az életnek, nem kell titkolni egy gyerek elől. És meg tudja tanulni teljes természetességében, hogy van az, hogy ezek az ilyen fajta állapotok, ezek mindig a, olyan nagyra tartott csúcsa járt civilizációnak a termékei. Annak a nagyon boldog civilizációk, ez a annyi boldog ember szaladgál itt, annyi nyugodt, vidám, jókedvű, a másik felé öleléssel mosolya közelítő ember szaladgál. Itt csupa rikácsoló, sipítozó, háborgó, dühöngő, félbolond ember jár a földön. És ezt adják tovább generációról generációra. Tehát aki már egy ilyen szenvedőt teremtett, mint ezek, hogy a két apak, az mit fog az továbbadni? Mikor az is csak azzal van elfoglalva, hogy én is a, apa, apa akarok egy még anya, És ez a mesekönyv, hogy lefekszem, és ott vannak a testvérem, meg anyáim. Mi értelmennek? Mi? És igen, van olyan közösség, van olyan társadalmi berendezkedés. Van, ahol a nőnek van több férje, mindennek mindenhol megvan a maga értelmes módon kialakult természet, törvény szerint az egyensúlyhoz képest működő rendszer van, olyan társadalom is van Kínába, ahol a nő azt se tudja, kitől van a gyerek, és az apa szerepet a nagybáty törti be. Ott megvan valamilyen oka, hogy miért alakult úgy a rendszer. Az európai kultúrában is megvan, világon, legtöbb helyen, apa, anya alapú dolgon épül fel a társadalom. Ezt adják, hogy fölnő egy gyerek, és ránéz az apjára, és egy szakálas nő, és ránéz az anyjára, aki meg egy átműtött transvestit a férfi. Hát eleve bazeng fölkelek, és nézem, és jö, hú, még nem tudom, hova nézzek, érted? Szóval esküszöm, és nézem azt a babát, és nem győzöm hangsúlyozni. És milyen szervezetben nő fel. Tele, különböző hormonokkal, minden. És ez, ezt, és ez. na ezt megszavazzák. És a magyar kormány az meg, izé, kötelezettségszegés. Meg nem is tudok mit mondani. Komolyan mondom. Teljes agy. Ez, ez ilyen agy. Izé. Ez, ez, ebből egyébként egyetlen egy megoldás van, ebből ki kell szállni. Ez, meg nevetni, ezen nem lehet más, nem, csak az a szegény lélek, meg az a szegény test, össz, az az, ez a kis tudati forma, ki eljött a világba, és ebbe született be És őne, hát neki hatalmas boldogsága lesz. Bár persze, hát mindent meg lehet tanítani, mert azt mondják, hogy nem tanulhatók ezek a dolgok, de tan minden tanulható. Tehát, hogyha megszületik egy baba a világba, a gyilkosok közé, és nem azt mondom, hogy ezek gyilkosok. Gyilkosok közé születik, és gyerekkorától azt tanulja, hogy hogy kell ölni, gyilkos lesz. És ha valakiből homokost akarnak nevelni, akkor homokos lesz belőle, ha azzá nevelik. Ha transzgendert akarnak nevelni, transgender lesz, mert az, akibe ezek a dolgok az alapvetően kapott információval eltérő álláspontok valamilyen módon kifejlődnek, azok maguktól való fejlődésük során minimálisan vannak. Mert egy normális rendszerben működő rendszerben ezek az egyedek a természetes kiválasztódás során meg sem maradnának. Tehát ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Momentum párt LMBTQ tagozatát, vagy akár a Pride-on felvonuló ilyen formáknak a nagy rész. Nem akarom megsérteni őket, Isten lássa, semmi baj legyenek, boldogak legyenek. Én azt kívánom a legjobban, hogy bármi műtétet végeznek magukon, vagy bármi a legyenek boldogak. De egy természetes kiválasztódás során ezek az emberek többsége meg se maradna. Azért marad meg, azért tud létezni, azért, mert olyan kényelmi környezetet teremt az embernek ez a illúzió, amit fölépített ez a, ez a technikai fölény, meg az együttműködésen alapuló világfölötti uralma, amit majd megtanul, hogy egy másodperc alatt a rendszer, ha úgy gondolja, fölborítja, és kész, és végés lesöpri magáról. Ott lazán. Hát nagyon sokszor megmutatja a világ, hogy nem ellenfél neki az ember. És akkor jön megint a rend, érted? Hogy csak hogyha mi lehetnénk, simulhatnánk a rendszerhez, valóban dolgozhatnánk azon, hogy kicsit elengedve az egót. Mert egész más, hogy éled meg ezt a transgender feelinget, akkor is, ha elengeded az egót. Ha nem akarsz mindenkinek a transgender istene lenni, hanem csak magadnak el vagy, addig, amíg neked jó, és abban senki nem bánt, mert nem bánt senki. Megszavazták. Ennyit akartam. Ha egyetért, azt nyomja a like lájkot, ha nem nyomja a dühös jelet, ozd meg, beszélges róla, és tényleg mindenkit kérek, nem a harag hangját, nem kell megverni senkit, nem kell haragudni egymásra, csak egy picit, egy picit tessék el gondolkodni, hogy hova fogja a rendszer, tényleg most van az, hogy a rendszer fogja magát, ez nem összeesküvés, ez nem gyík ember, ez nem, izé, nem 5 egész egyszerűen lehet látni, most megy a nagy ember kísérlet. Ebbe. És nagyon fájni fog a vége. Na, és tudjátok, kiknek fog a legjobban fájni? Akik azt hiszik, hogy most velük van minden. Adios! Kommentelsz, megosztasz! megosztasz!